Idilli csend szépen lenyírt, fűrendbe tett padok, vagyis minden adott egy kis kikapcsolódáshoz az Aranypart 2-n. Ez a szabad strand már napok óta várja a látogatókat, miközben az Aranypart 1 az árhullám miatt egyelőre zárva tart. Az üzemeltető gondosan rendbe tette szezon kezdésre az egész területet, ami hívogató lehet minden korosztály számára. A munkatársak lenyírták a füvet, megmetszették a fákat, rendbe tették a fürdőházat, helyszínre szállították az életmentéshez szükséges csónakot, bár ugye mondjuk inkább azt, hogy erre ne legyen szükség. Aztán vízbe vannak a vízmélységet jelző bóják, szóval a Győr-Szó ZRT mindent megtett annak érdekében, hogy idén is kulturált körülmények között lehessen használni az egyébként hangsúlyozzuk ingyenes Aranypart 2 szabad strandot. Vannak a városban olyan vízterületek, ahol tilos a fürdés. Napjainkban gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az Aranypart 2 szabad strandon kívül minden közterületi vízfolyásban és tóban, vízállásban tilos a fürdés. A szakképzett vízimentők is munkába álltak az Aranypart 2-n, a Bőrcsi Bogdán Ádám mérnök informatikus hallgató a Széchenyin, idén pedig már másodszor van nyári munkán a szabad strandon. Azt mondja, megtalálta a számítását, ráadásul szerencsére kevés dolga van. A vízből menteni szerencsére nem kellett, de már előfordult, hogy mentőt kellett hívnom, mert hát valakinek olyan súlyán beleállt a lábába valami, hogy mentőt kellett hívni, meg egy nőnek kifordult a bokája, ahhoz is ugye fontos, hogy mindig hívjunk mentőt, nem szabad csak úgy ott hagyni, foglalkozni kell vele. Ezen felül ilyen kisebb balesetek, hogy megvágta magát egy kagylóval vagy kavicssal, mélycsípéssel szoktak gyakran jönni, de szerencsére ilyen éles vízből való mentés még nem fordult elő, amíg én itt dolgoztam. A környezet már most is napozásra vagy hűsölésre csábít, miközben a víz egyelőre még csak 18 fokos. Szakemberek szerint azonban, ha marad a jó idő, a hétvégére akár 20 fok is lehet a Holták vizének hőmérséklete, ami már tényleg csobbanásra csábít az Aranyparton.